Hát ez tényleg olyan dolog, hogy hogy ez egy teljesen érzéki dolog, effektív érzéki, tehát egy nem is tudatos ügy. Ez a bizonyos, tehát a megismerésnek az érzéki oldala a legbrutálisabb. Tehát például az, hogy a mamánk illata, hogy úgy mondjam, vagy az őrült vonzás, ami mondjuk egy olyan tájegységhez, vagy olyan környezethez fűz minket, ahová beleszülettünk. Hát ez egy antropológiai dolog, sőt minden élőlény így van vele, minden állat így van vele, hogy van egy ilyen hely, ahol, ami legmélyebben megtapasztalt, ább óvó, a tojásból kibújva, és hát ahhoz egyszerűen zsigerileg ragaszkodik, tehát nem azért, mert okos, vagy buta, vagy nem tudom mi, hanem nem lehet nem ragaszkodni hozzá, tehát van egy, ahonnan a gyökereid vannak, az számodra a szív dobogtató, és persze ezzel lehet tiltakozni, ezt lehet eltagadni, lehazudni, meg minden, de ez működik, tehát óvatatlanul, amikor a magyar futballválogatott játszik bárkivel, tehát bárkivel, akkor én bennem egy olyan furcsa, ilyen megmagyarázhatatlan érzés keletkezik, hogy úgy elkezdek szorongani, illetve izgulni, hogy az, és akkor persze próbálnak megmagyarázni, hogy hülye vagy, most miért izgulsz? De ez nem így van, tehát ez agyilag, tehát tudatosan nem lehet ezt megcsinálni. Tehát ilyen kis dolgokban, ilyen látszólag apró dolgokban jelentkezik az, nagyon brutális erővel, hogy mit jelent az, hogy hazamondjuk például. Na persze mindenféle szoktak és lehet, és én is mondok, nyelv, meg kultúra, stb. Ez persze, ez teljesen rendben van, csak oda akarok konkludálni, hogy az egésznek van egy ilyen, hogy mondjam, biológiai, vagy természeti alapja, hogyha te valahova beleszülettél, akkor az elemi érdeket, hogy annak a környezetnek jobb legyen, ott azt oltatom, szebbnek fogod látni, frankóbbnak, keményebbnek, stb. És hogyha nem így látod, akkor át tud fordulni ez egy ilyen negatívumba, hogy akkor minden, ott minden rossz. Tehát tulajdonképpen a mai magyarországi, hát Erdélyben nem tudom mi a helyzet, szerintem itt jobb azért ebből a szempontból, de a mai magyarországi helyzetben ez a legrosszabb. Egyrészt van ez a túlzott ilyen föléneklés, hogy hú, de jók vagyunk, jobban teljesítünk, stb. Mi vagyunk a csúcs, meg mi mondjuk meg a tuti frankót. Másrészt meg van ez a, hát itt aztán minden nagyon rossz. Most ez mind a kettő az a szeretetnek, a negatív és a pozitív, túlzott a negatív és túlzott a pozitív változata. És az én ízlésem azt mondja, hogy itt kellene egy ilyen normálisabb mesdjét megtalálni, hogy ezeket a túlzásokat, ezeket el kéne hagyni, rá kéne látni arra, hogy ha elég reflektív vagy, akkor átlátod azt, hogy ez mind hamis, tehát egyszerűen normálisan kéne beszélni, tehát egyrészt persze szeretettel, elfogultan, de normálisan kéne beszélni arról, amit mind közönségesen a hazánk nevezünk.